Mit szól ahhoz, hogy a kormány január 1-től központosítani fogja az állami kézben lévő betegellátásban résztvevő kórházak beszerzését? Nézd, ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszoljon, pontosan tudni kellene a kormány tervét. Én pontosan azt hiányolom, hogy a kormányzat nem őszinte a problémák föltárásában és a megválaszolásában. Ha az a probléma, hogy a kórházak megelőzetlenek az anyagi javak felhasználásában, akkor indokolt a centralizálás. Ha azt akarja a kormányzat elérni, hogy a nagy tételben beszerzett áruk, legyen az kötszer, gyógyszer vagy bármi más, vagy nyilvánvalóan olcsóbban beszerezhető, mint hogyha a kórházak maguk kezdenek vásárolni, akkor ez is egy jogos lépés. Azonban ha az a terv, hogy itt az állami kórházakat még tovább szétzilálják, aláássák, megosszák, egymás ellen fordítsák, akkor ezt természetesen nem lehet támogatni. Mi olyan állami egészségügyet akarunk, ami hatékonyan és jól működik, és a mi érdekeinket szolgálja. Békeidőben is, amikor nincs járvány, meg akkor is, amikor háború van, vagyis amikor a járvány, akkor szenvedünk. Szerintem nincs olyan cél, hogy itt verseny legyen. A magánszférában azok az emberek mennek, akiknek van pénzük, és a pénzükért magasabb, gyorsabb vagy jobb ellátást szeretnének. Ez azonban soha nem fog az egész társadalomra kiterjedni. A társadalomban mindig lesznek olyan emberek, akiknek nincs pénzük, és lesznek emberek, akiknek a környezetében nincs sem magánkorrás, sem magánember. Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy az egészség legyen állami, legyen mindenki számára hozzáférhető. Ha emellett van magán szféra, ahol az emberek eltöltik a fölösleges pénzüket, nem legyen, de ne a magánszféra lépjen az állami egészségügy helyén.